A Magyar Édességgyártók Szövetségének adatai alapján azt írták, Magyarországon évente csaknem 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók, egy-egy háztartás átlagosan 1 kg-ot. Most úgy kell vegyek, hogy még karácsonyig fele biztos elfogy, úgyhogy legyen a karácsonyfára is. Most 1 kiló biztos. Hozzátették, hogy a prémium termékek az elmúlt 10 évben különösen kedveltekké váltak, ugyanakkor a drágább édességek iránt idén kissé csökkenni látszik a kereslet. Olyan ízeket választok, amit szeretek. Például a gesztenyéset nagyon szeretem, a kakaós rumosat szeretem, meg hát a nővérem szereti azt a régi fajtát, ami csak a fondán tulajdonképpen. Megemlítették, hogy egy év alatt két nagyon fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára is több mint másfélszeresére nőtt, és ez begyűrűzik a szaloncukrok árába is. Mindemellett továbbra is keresettek a cukormentes, vegán és egyéb alternatív változatok, tették hozzá. Tehát árérzékenység is van egyébként, de nálunk, akik vásárolnak, javarészt minőségre. Tehát inkább minőséget nézik a vásárok, nem mindig az árat. A szaloncukor gyártásához szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások, annak ellenére, hogy több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok. A NAK megjegyzi, hogy a hazai alapanyag beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik, mert a belföldi gyártók mennyiség és áralapján nem tudják teljesíteni a multinacionális gyártók igényeit. A jellemző az, hogy utolsó percre hagyjuk mindig a vásárlást, tehát igazából ezt most annyira nem tudnám megítélni, de azt gondolom, hogy nagyon szépen viszik a vásárlók a szezonárot. A szaloncukrok ízesítése változatos. A civil kezdeményezésű az év szaloncukra versenyre. A gyártók minden évben 100-nál több ízt neveznek be, egyebek közt olyan különlegességeket is, mint az aranygaluskás, robbanócukros, vörösboros, aszalt szilvás marcipános. A termékek között már évekkel ezelőtt megjelentek a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok is. Bár eredetileg a szaloncukor külföldről érkezett Magyarországra, korábbi formájától annyira eltér, hogy hungarikumnak tekinthető a NAK szerint. A papírba csomagolt, eredetileg fondant, azaz cukorszirupból készült nyalánkság német közvetítéssel jutott el a történelmi Magyarországra, és vált népszerűvé egész területén a 19. század végére.